Egy fél időt követően 29-28 arányban vezet az egész körmenő együttes az atomerőmű ese ellenében. Ugye 22-13-ra nyerte az első negyedet a körment gárdája, míg ugye 15-7 arányban nyerte a második negyedet az atomerőmű ese. Sok pontot azt gondolom, hogy nem láttunk, viszont van a körmendieknek ugye egy olyan hiányzója is, aki egyben a csapatkapitány is. Fodor Gergellyel beszélgetünk most itt a szünetben. Köszönöm, Kristóf, igen, itt áll mellettem már Fodor Gergely, aki nem csak a mai mérkőzést hagyja ki, hanem valószínűleg a 8-as döntő alkalmával egy meccsen sem játszik. Okozott-e eddig Gergő neked meglepetés? Ugye most már van 3 továbbjutónk a negyed döntők alkalmával. Eddig számodra jelentett bármelyik továbbjutó is meglepetést? Végignéztem a mérkőzéseket, hiszen mivel sérült vagyok, ezt megtehettem, nem kell pihennem a csapattal. Az első mérkőzés az elején meglepetés volt, de én úgy gondolom, hogy ha a Szolnok az elején jobb dobóformát mutat, akkor akár nagyobb is lehetett volna a különbség. És úgy is gondolom, hogy a két csapat között azért van ennyi. A második mérkőzésem a Kecskemét nekem kellemes meglepetés az évben is, amit csinálnak ezzel a kerettel. És ez ma sem volt másképp, hiszen szerintem egy nagyon jó játék, a nagyon jó védekezéssel simán verték a végjátékban az utolsó negyedben az Albakombot. A harmadik mérkőzés szoros volt, úgy ahogy a bajnoki is az előző fordulóban, és hasonlóképpen vesztett el a Kaposvár ezt a mérkőzést, mint a bajnokit. Kicsit csalódott vagyok az öcsém miatt, de Sopronban is vannak barátaim, úgyhogy igazából nekem az olyan mérkőzés volt, hogy élvezetes volt, mert szoros volt. Tehát szeretném, hogyha még is szoros lenne, de mi kerülnénk így összesen. Nagyon nagy sorozatot produkált a csapat, ugye tavaly november óta volt az előző fordulóban a bajnokságban Zalaegerszeg ellen veszítettetek mérkőzést nagyon régóta. Ez okozott valami törést a csapatnak, vagy ilyenkor olyan hangok is vannak, hogy azért most már kell egy vereség, kell lezárni egy jó sorozatot, hiszen az akár a csapatnak a teljesítményének a rovására is mehet, hogyha mindig nyer egy együttes. Hát igen, ez kétféleképpen is elsülhet valakit. Felráz és kicsit helyre rak, remélem, hogy nálunk ez így lesz, mivel 8 győzelem után elhittük, hogy bárkit megverhetünk, és bár ekkora profóra senki nem számított, és kicsit rosszul is esett nekünk, de talán felébredünk, és azt a játékot fogjuk mutatni, amit kellene. Ezen a mérkőzésen pedig a Paksot is megverhetitek, hogyha úgy alakul, mert az első negyedhez képest azért a másodikban egy igencsak nagy visszaesést tapasztalható csapatnál. Mit mondott Hencsei Tamás a fél időben? Igen, hát ugyanúgy kezdtük a mérkőzést, mint Egerszegen, hiszen ott is 19-9-re vezettünk, itt aztán 16-9-re, ha jól emlékszem. Tehát a mérkőzés most is jól kezdtünk, mint Egerszegen, és megint jött az a kis hullámvölgy, ami Egerszegen remélem ez nem fog folytatódni. És mondhatom azt is, hogy szerencsénkre a Paks sem fogott ki túl jó napot. Remélem, hogy valahogy behúzzuk ezt a mérkőzést. Az igazság, hogy én úgy látom, hogy nem találja egyik csapat sem a ritmust. Nem is egy túl szép mérkőzés ez. Szerintem sok a fejetlenség is. Remélem összeszedjük mi előbb magunkat, mint a Paks, és valahogy hozzuk ezt a mérkőzést. Az utolsó kérdésem, hogy mikor látunk legközelebb újra pályán? Hát nagyon szeretnék minél korábban pályára lépni, de hát ahhoz még be is kell kerülnem majd a csapatba. Köszi szépen, Gergő, köszönöm. Azért a csapatba kerüléssel csak nem lesz problémája Fodor Gergelynek. Feri, erről az első félidőről néhány szabad gondolatbombon. Sokod le a nézőket. Mit láttál? Mondanám, hogy a védekezések domináltak, de sajnos ez se igaz. Én úgy érzem, hogy a nagyon rossz dobóforma vezetett oda, hogy 29-28 az eredmény, statisztikát böngészve ugye minden szám egyforma, megáll a mérkőzés, úgyhogy most kezdődik újra második fél időben, nagyon remélem, hogy jobb dobóforma lesz, biztos rányomja a bélyegét tényleg a tét, de mind a két oldalon elég sok játékosnak fel kell javulni ahhoz, hogy esélyese legyen a mérkőzésnek. McGruder az, aki ugye 5 lepattanóval és 5 gólpasszal áll. Ő mondjuk a mezőnyben hasznos, de nála is hiányoznak ugye a pontok, mint ahogy a mérkőzésről is hiányoznak a pontok.
És hát akkor a mai kosárlabda maratonunk utolsó fél ideje következik. A Paks kezdheti meg támadás vezetéssel ennek a negyeddöntőnek a második fél idejét. Von. Tóth. Gyönyörűen csinálta ezt. Pont annyit lökött szerintem Ferencen, ami még bele kell, hogy férjen. Egy ilyen palánkhoz közeli szituációban. Másik oldalon pedig Farkas mezőmunkáját érdemes kiemelni, ugye 7 lepattanóval rendelkezik. Elami. Ferenc megugrasztja körtélyesít. Szabolja lepattanó. Rövid rajta ezt körtélyesi, és aztán utána megint a lepattanó a Paksé. Nem, feldobás lesz belőle, így aztán jöhet a körment. A nehezét megcsinálta körtélyesi ennek a mozdulatnak, de aztán utána nagyon kis fonnyat dobást engedett. Igen, még használhatott volna még egy leütést, és közelebb vihette volna a gyűrűhöz. Két válogatottbeli harcostárs. Barátságos találkozója volt ez a földön, ezt megbúbolta Ference Tóth. Rakocsevics. Magott faltűt Tóth-tól. Úgy érzem, hogy ahhoz, hogy a körmennek több üres helyzete legyen, többet kéne használni Rakocsevicset pozícióba. Ami ugye az első fél időben nagyon kevésszer volt. Mert hogyha a fal problémába kergeti a box centereit, akkor előbb-utóbb alkalmazni kell majd a kettőzést. És akkor Ferenc Csabi előtt megnyílhat a lehetőség könnyű kinti dobásokra. Az első fél időben pont ez is volt a probléma, hogy úgy érzem, hogy a sok kihagyott dobás az azért is volt, mert nem helyzeteket vállaltak el a csapatok. Nem dolgozták ki rendesen a támadásokat, és vagy kikényszerített dobások voltak, vagy olyan dobások, amikor ott volt a védő, de úgy gondolta a játékos, hogy most... Megvódára helyére küld egy hármas, Zunic széttárja a kezét, de így kell ezt csinálni, kérem tisztelettel. Elmozdulunk a 30 mindről, 33-30 a Paksnak. Rakocsevics. Inkább egy tempót vállal el, az a helyén. Megruder elvállal egy újabb hármas, bedobja ezt is! Az első fél időhöz képest potyognak a kosarak itt a másodikban. Visszaj, taszajt egyet rajta Von. Két dobás következik majd. Nyilván ilyenkor a támadó kifelé ugrik, de azt gondolom, hogy ez egy fújható ítélet volt. Jó, az első büntető. A büntetőből sokat nem láthattunk az első fél időben, összesen 7 kísérlete volt a két csapatnak. Viszont a körben a 4 dobásával 2-t is elronta van arról. Van a 3 pontos Paksi előny. Von. Ez a helyén. Ennyire azért nem szabad üresen hagyni Von sem. Elami. Visszaj. Elamin. Az a helyén. De nem lehet azt mondani, hogy Megruder itt csalta volna a védekezést. Egy extra kosár volt most a körmendiek légiósától. Extra, de mégse extra. Meg az is de extra. Elamintól megszokott, hogy 9-10 méterről el tudja vállalni, ugye a 3 pontos reális esélye van. Emlékszünk rá, azt hiszem 4 éve volt Pécsen pont, hogy 3 éve egy Szolnok elleni negyed döntő, ahol 6 vagy 7 3 pontos dobott, abból is mondjuk 5-5 9-10 méterről. Be tudod dobni 9-10-ről, minek mennyi a közelebb, nem? Jó, persze, ha kimarad, azt nehéz megmagyarázni.
Vontó jó a büntető is. Újra 5 pontos. Paksi elő. Elamin, az nagyon nehéz. A lepattanóra visszajön segíteni Von. És indulhat meg Gruder. Gyönyörű játék. Szabó nem tudja kosárra befejezni. Mint hogyha jobban pörögne itt a második fél elején a Paks, mint ahogy mondjuk elkezdték a mérkőzést. Szépen. Igen, most a Körmend elkezdte azt a játékot, amit mondtam, hogy a Rakocsevicsnek több labdát kéne, viszont ez átcsapott egy nagyon statikus játékba. És az utolsó támadás is arról szólt, hogy kétszer-háromszor próbáltak neki visszaadni, és utána egy kijátszott labda, utána egy elerőltetett dobás jött. Lehet ezt játszani, meg kell is a Rakocsevics miatt, de biztos, hogy most változtatni kell a támadásokon. Or if they played big switch, also switch, okay? Next offense. Hold, okay? Pass, handle, pick, roll, okay? Okay, just play long, guys. Look for the good situation. Nagyon fontos lesz ez a következő 2-3 perc mérkőzésen. Úgy érzem, hogy nagyon fontos lesz most a Körmennek az, hogy mérkőzésbe tartsa magát. A következő 2-3 támadás ez mindenképp meghatározhatja a mérkőzést. Hát meg most az a két büntető Szabótól, mert olyan előnnyel léphet meg a Paks, amilyen előnyük még nem volt, hogy ez az 5 pont is házi csúcs. Kimarad az első büntető. Szabó két triplával kezdett, azóta azonban nem sok minden történik vele pontszerzés tekintetében. Lepattanókat egyébként szépen gyűjtöget azóta is. Visszaj. Rakocsevics, az nagyon nehéz. Körtési előtött el labdát, Von megszelidíti. Közel volt egymáshoz Szabó és Körtési, ezért nem tudta átforgatni a labdát Körtel, vagy ezért nem akarta átforgatni a labdát Körtési. Ferencé közben a falt, fogta Tóth Ádámot, utána jött a lökés. Sörgyes is kell, Tóth Ádám most leül, Jones jön be a helyére a pályára. Nagyon agresszív volt és hatékony volt Tóth Ádám ebben most, a... Most leszek kíváncsi a... pozíciójátékája a Rakocsevicsnek. Én Jones-t egy olyan játékosnak tartom, aki nem nagyon szereti a kemény kontaktust, akár támadásba, akár védekezésbe, ezért is hagyatkozik többször a középtávoli tempokra, vagy a szemből egy-két leütés betörésekre. Én úgy érzem, most még hatásosabb lehet Rakocsevicsnek az erőszakos játéka. Ferenc. Lelép róla Szabó, Ferenc büntet. Jó, majd Eilingsfeld Szabó helyett. Igen, Jones inkább művészlélek. Szabó hagyja el egy újabb labdát. Ő fog majd leülni. És Rakocsevics fejezi be. Egy szép duplával ezt a gyors indítást. Jól jött ki a Körmend ebből a 2 percből. Örüljünk neki, hogy szoros mérkőzést láthatunk. Körtélyes a sarokból, az nagyon hosszú. Időt fog kérni majd. Körmend újra beállt zónázni, Paks elkezdett szenvedni támadásba. Rakocsevics elrontja, visszaesik a kezébe a labda. Tiszta szerelés. Farkas.
inkább Elaminhoz, aztán vissza, és Ferenc, megrúder szép szerelése és labdamentése, amiből Robokat körtélyesi. Von. Nem tudja kosárral befejezni. Itt visszamentünk az első és a második negyedbe. Dobás hatékonyság tekintetében. Időkérés Paksi oldalról. Igen, Zunics jelezte még korábban, hogy ebből így ilyen formában egyelőre elég neki. Megint most pici őrület van a pályán. Ezt próbálja orvosolni a Paksiak mestere. Sok mindent ebből most nem hallottunk. Pici nyugalomra hívta föl talán a figyelmet Zunics. Mit mond az egy edző ilyenkor? Zóna ellen mik azok a dolgok, amikre mondjuk egy időkérésnél felhívod a játékosok figyelmét? Megmondom őszintén, nekünk van 3-4 zóna elleni játékunk is. Az a probléma, amikor a játékosok azt érzik, hogy zóna ellen minden áron kinti dobásokat kell alkalmazni. Én úgy érzem, hogy ez tévhit. Tehát ugye azt mondják, hogy ha kihagyod a három pontosokat, akkor jó a zóna, éppen ezért mindig meg kell adni a lehetőséget arra, hogy kinti benti játék is legyen a zóna ellen. A Zunics most arra hívta fel a figyelmet, hogyha a Paksnak a zóna elleni játéka nagyon arra épül, hogy a körtébe megpróbálják bejutatni a labdát, és arra próbálta felhívni a figyelmet, hogyha ez sikerül, akkor ne legyen könnyű eladott labda, mint az előbb Szabó Zsolt révén. Megint a dobásába beleért Trakočević. Húha, egy 9-0-ás roham most a körmendiektől. 45-41 a Vasiaknak, és még egy ráadás büntető is. Marko Trakočević előadásában. Trakočević tipikusan az a játékos, aki egyedül meg tud nyerni egy bármilyen mérkőzést itt a magyar bajnokságban, vagy inkább azt mondom, hogy magyar csapat ellen. Eddig az arány 7-4 körmendi csapatnál. Vártad, hogy mi lesz majd Jones mellett Trakočević-el, egyelőre fickándozik. Igen, ugye megint egy korai leválást láttunk. Adni meg Gruder. Ott van Elamin. És be is dobja. Persze, hogy bedobja. 48-41. Ugye Szabó két büntetőjénél még ugye arról beszéltünk, hogy akár 7 ponttal is megléphet az atomerőműese. Ehhez képest most 7 pont az előnye a körmennek. Viszek egyre jobban tetszik. Elami hármasa után kiszólt Zunicsnek, hogy kérje időt. Ugye tudjuk, hogy Viszek nyáron Pakson volt próbajátékon. Én úgy érzem, hogy biztos, hogy egy bizonyítási vágy is van benne. Próbálja minél jobban felhergelni saját magát és a csapatot is. Tetszenek az ilyen játékosok, akik a határokon belül tudják, hogy mi az, amit lehet alkalmazni és mit nem. És ugye ez még párosul egy jó játékkal is. Farkas elvállalja, nem tudja bedobni, Jones-ja lepattanó. De már csak 2,5 perc van hátra ebből a negyedből. És hiába volt előnyben a Paks.
Még csúnyan elrontották a negyed második felét. Von. Magruder. Kikaparja ezt a szabad labdát. Te ugye egy olyan egyetemi programból, a Kansas State csapatából jött át életében először profiskodni a tengeren túlra, hogy ahol kötelező volt tényleg csúszni, mászni, harapni. De alapvetően ez jellemzi az NCAA játékosok nagy többségét. Jones. Baki elvállalja, nem tudja bedobni, Einisfeld-je lepattanó. Pontos lepattanó nagyon. És egy szép dupla. És egy labdaszerzés Paksi részről. Visszajött ugye három falt a Kovács. Amikor ő legutóbb a pályán volt, akkor kezdte meg a felzárkózását a Paks. Kovács Ákosnak mostanában a negyedik negyedek szoktak nagyon jól sikerülni, úgyhogy még van félnivalója a körmennek. Elinszfeld ezt is ki tudja ütni. Von. Elindul befelé, és Faltel együtt oldja meg. Ugye ez megint olyan taktikai hiba, hogy sokkal előbb kellett volna beütni a Faltot. Akkor a negyedik csapat falt lett volna a körmennek. Jones megint bágyat szemekkel néz edzőjére. Aztán mutatja, hogy nem jó a labda. Nem megy ma a játék Gerald Jonesnak. Csak szenved szegény. Összejött Tóth. Elően hatékony volt. Itt a palán környékén. Montól pedig jó a büntető. Visszajön két pontra. Az atomerőmű esze. Visszaj. Elamim. Brutálisan nehéz dobás volt ez is. A labda Tóthhoz. Visszaél a falt. A harmadik személy hibája lesz ez. Megpróbált ezt a keresztbe baltázást bemutatni, visszaél. Ezt most nem nézték el a játékvezetők, teljes joggal jött az ítélet. Láttatok az ismétlésből, hogy ez bizony falt volt. Tóthnak akadnak problémái a büntetőzéssel. Vannak jó mérkőzései a vonalról, és vannak sokkal rosszabbak. Na, ugye ez volt az első kísérlete a büntetővonalról. Ez most beesik. És Kovácsi a falt, ami azt jelenti, hogy Einisfeld mehet a vonalra és dobhat majd kettőt. Őre bebizonyosodik, hogy Einisfeld milyen hasznos a mai mérkőzésen is. Neki ugye tavaly voltak ilyen önbizalom problémái, nem játszott különösebben sokat, és ez megviselte. Megmondom őszintén, én voltam edzője, neki néha akkor is vannak, amikor sokat játszik. Ő az a típusú játékos, aki sosincs megelégedve magával. Ez valamilyen szinten nem baj, de néha meg rossz. Én úgy érzem, hogy ő megérdemli, hogy egy Paks szintű csapatba játszon. Nagyon sokat tett azért, és tesz még a mai nap is, hogy jó kosárlabdázó legyen. A négyből most csak két büntető volt jó Paksi részről. Elami. Grevenár. Ha az nem falt, akkor ez a Paks labdája. A játékvezetők másként döntöttek, faltot nem akartak fújni.
de szerintem azt érezték, hogy a határon táncoltak a tóték. Rakočević. Ho-ho, egy táblázós tripla. 53-48 a körmennek. Fonius még megmenti. Tóth el akarta kerülni a támadó faltot. Kovács ott marad Rakočevićcel. Megvan a támadó lepattanó Tóthnak, aki ebből dob egy duplát. 53-50. Maradt még 5 másodperc a negyedből. Visszai. És dob falttal együtt ez Zitzert. Az igen. Végigért. Mert 4 másodperc alatt a pályán. Elég motiválta játszik. Ez most óriási hiba volt a paksiaktól. Akartam mondani, miért nem dobta el félpályáról, az ma megy neki, úgyhogy az 3-at ért volna, de akkor igaz, mert kihagyta a büntetőt. 55-50 tehát a körmennek, így vágunk majd neki a találkozó utolsó 10 percének. Pici kis pihenő itt nálunk, de aztán utána jövünk vissza a folytatásra, ne menjenek sehova. Játékpercet követően vezet a körmend együttese 55-50 arányban az atomerőműves ellenében. Az a helyzet, hogy amikor ott vezetett 41-36-ra a Paks csapata, akkor én azt éreztem, hogy ott már kézben tartják a mérkőzést. És két büntetőjük volt. Két büntetőjük volt, és hogy utána talán a maguk javára fordítják majd az összecsapást. Ez elmaradt, és le a kalappal a körmend előtt. Óriásit játszik Jayton Awise. 14.6 lepattanó, 6 gólpassz, 2 szerzett labda, 23-as index. Ennél jobbat 30 perc alatt nehéz elképzelni, hogy összesen 27 percet töltetett a pályán. Ami nagyon feltűnő szám az, hogy a harmadik negyedben 7 gólpasszt adott a körmend, míg az első fél időben csak 5-öt. Úgyhogy csak így lesz esélyük a mai mérkőzésen, hogyha továbbra is így csapatként játszanak, mint ahogy tették a harmadik negyedbe. Von, az gyönyörű. Érdekes, a Sabáli Balázs a Sopron vezetőedzője úgy nyilatkozott a sajtótájékoztatom, hogy pont fordítva van szerinte a történet, hogy inkább a Paks játszik csapatkosárlabdát, és a körmentben több az egyéni megmozdulás, mint most Rakočevićtől. Meg a lepattanó Szabónak, és ebből lehet indulni. Kovács fölvette. Tóth. Nem az ő szöge, ahogy azt mondani szokás. Sunyál ki a falt. Annyi változott szerintem a körmend játékában, hogy Elaminnak, mint hogyha lenne kedve kosárlabdázni. Nagyon érdekes az Elamin, mert én úgy érzem, hogyha ő 40 pontot dob egy mérkőzésen, ránézésre, akkor is így néz ki. Tehát nagyon érdekes az amerikai játékosoknál, hogy az akarat az mindig nem mindig a fogcsikorgásban nyilvánul meg. Egy sapkát. És a labdák utáni vetődésbe. Kikapták a fogvédőt a szájából? Igen. Hát. Arcon csapta Rakočević. Fura nem ítélet volt. Maradjunk ennyiben. Szóljunk ide előre a Zunicsnak, kérjen videóbírót. Az szép lenne, akkor mindent megnézni. Viszonylag hosszú lenne, mint egy amerikai foci meccs, olyan hosszú lenne egy kosármeccs. Rakočević. Visszaé. Még egyel tovább. Grevenár elrontja. Mekkora jó meg Grudertől. Nem volt igazán jó a labda, de
ezt ettől függetlenül meg kellett volna oldania. Aztán labdát szerez meg Gruder. És Móna befejezője az akciónak. 55-52. Ez az egész akciósorozat, ez megint egy gyönyörű körmend támadással kezdődött. Újra bebizonyították, hogy... Hát és az valaminek csak kellett lennie, aztán utána meg Gruder rádobja Tóth sarkára a labdát, és most a játékvezetők úgy döntöttek, hogy elég itt a csacskaságból, srácok, fújunk egy faltot. Közeledik a márciusi őrület, meg Gruder már azon gondolkozik. Lépésibe volt? Hát földobta a saját magának a labdát, felugrott és... Közben hozzáért valaki, az nem számít? Nem ért hozzá senki. Most mutatták a visszajátszást, mert nem ért hozzá senki. Tényleg? Úgy láttam, mintha Tóth sarkáról került volna vissza hozzá. Következő állójáték szituációnál kollégáim biztos megmutatják nekünk. Sonyák szép védekezése. Nagyon fontos, hogy ezek a játékosok, akik perceket kapnak, milyen ritmusban, milyen dolgokkal tudnak beszállni egy mérkőzésbe. És ugye megint Viszek dobta a kosarat, de ugye ez megint abból indult, hogy egy zicser lehetőséget hiúsított meg Sonyák. Nagyon fontos, nagyon sokat számít a végén. Nem tudja megoldani, és megvan a lepattanó Farkasnak. 9. neki a védőtérfélen. Támadó lepattanója még nincs. Az úgy lépés. Alányult a labdának Rakocsevics. Kovácsnak magyaráz Zunics. Aztán egy popsipacsi biztos, ami biztos érezze a törődést. Kovács Ákos, itt pedig Rakocsevics magyarázza még mindig az előző szituációt. Jones ezt most már megoldja. Na most a Shakespeare kötetet félretette Jones, és ezt férfiasan fejezte be. 10 másodperccel előtte már volt egy ennél jobb pozícióban. Az. Gyanús volt, nézzük csak. Nem, az már bőven a palánkról jött vissza. Újabb jó játékvezetői ítélet. Hozzáteszem, ha ebben nem piszkál bele Jones, akkor ez egy sima rontott dobás. Szabó a sarokból. Szép meglátás volt ez Kovácstól. Egyenlít a Paks. 59-59. 6 perc van még hátra a partiból. Vissza. Von kirontott, mint Zrínyi a várból, és erre ráfizethet a Paks. Nem fizetnek rá, Rakocsevics elfáradt egy picit ennek a mozgásnak a végére. És innentől kezdve minden egyes körmenni szabálytalanság után már büntetők következnek, ami sok mindenről dönthet. Igen, és ami még probléma lehet, hogy Rakocsevics mint egy kicsit fáradna. Ezt akartam amúgy kérdezni, hogy itt jöhet majd ki a végjátékban az, hogy a Paksnak mélyebb a kerete. Hogy én is azt éreztem Rakocsevicsen itt az előző mozdulatnál, hogy minthogyha ott a végére tényleg úgy lefőtt volna a kávé. Időkérés. Hencsei Tamás eszközölte ezt az időkérést. Hallgatózunk egy pöttyet. Yes. Hell, yeah. I got it. Yo,
Picit ilyen kerekasztal beszélgetés jellege volt ennek az időkérésnek, mindenki mondta a magáit, ki hova segítsen. Besegítettek most Dunicsnak a játékosok. Nem biztos, hogy ez baj egy ekkora rutinnal felvértezett együttesnél. Pont azt akartam mondani, hogy néha tévhit, hogy, hogy egy edzőnek diktátornak kell lenni esetleg, vagy nem engedi, hogy beleszóljanak a munkájába, de ez nem így van. Ugye ez ugyanolyan csapatjáték az edző és a játékosok között is. És hogyha a játékos úgy érzi, hogy tud vezér lenni... Támadófalt visszaharcolja ki ezt a személyivel, Jones. Igen, nagyon érdekes mindig ez a szituáció, hogy kihibázott ilyenkor nagyobbat az a center, aki kapja a labdát, és nem látja, hogy mi van a hátam mögött, vagy az a játékos, aki adja a paszt, akinek elvileg látni kéne, hogy ott van a segítő. Én általában ilyenkor mindig a passzolónak szoktam szólni, hogy ez az ő hibája. Én is inkább efelé hajlok. Kovács elvállalja a hármas, be is dobja! Farkas. Kovács Farkas volt az. Lehet, hogy ezért dobja be, mert a Paks keresi a Farkast a pályán. Von. Az most lejön. Jó van, Feri. Holnapra már teljesen laza leszel. Már jött egy poén is. Izomlazítóval holnap bekenünk. Elami. Visszaj, elemeli Von fölött. Jones kaparja össze a szabad labdát. Kovács. De megint az időkérésből jobban jött ki a körment. Jones. Megoldja. Nem tudja megoldani. Elképesztően indisponált Jones a mai napon. Rakocsevics, újabb rontás. A szép Magrudertől. Még Gulyás Robi mindig azt várja tőle, hogy atletizáljon, hát íme. Megint egy pont a körmendelője. Edzúcs is ezt kérte időkérésnél, hogy agresszív, kemény védekezésből gyors indítással törjék meg a körmendet. Ez mondjuk egy túl egyszerű kosár volt. 3,5 perccel a találkozó vége előtt, egy pontos különbségnél. Magruder. Azt, ha bemegy, akkor az kosár. Meg kell adni. Meg kell adni. Sokáig haboznak a játékvezetők. Meg kell adni. Teljes joggal kell ezt megadni szerintem. Fölvette már a labdát. Én is egyetértek vele, hogy megadta, csak ilyenkor az a probléma, hogy nem kell ennyit várni. Tehát ez mind arra szítja adokot, a feszültséget, hogy, igen, hogy reklamáljon a körmendi csapat. Kovács helyett jön Körtéresi. Úgy érzem, hogyha bevállalják hezitálás nélkül az ítéleteket, sokkal kevesebb reklamálás lenne, és sokkal jobban el tudnák az edzők és a játékosok is fogadni határozott ítéleteket. Megint egy rossz büntető. Hatodik rontása ez a vonalról a körben, a Paksnak. Úgyhogy ugye 12 kísérletük volt. Mondjuk 6-ot rontott 10-ből 4-es mutatóval a körmend is. Szép labdaszerzés Körtélyesitől. Von mehet, és dobhat egy könnyű zicsert, megint vezet a Paks. De Körtélyesi azért jött vissza, mert hogy azt érezte Zunics, hogy nagyon el tudják nyomni Kovácsot védekezésben. Ferencről most lemaradnak. Az a szerencséje most az Asénak, hogy elrontotta ezt Ferenc Csaba.
Az úgy lépés hiba Vonnál. Varázsolni akart megint az amerikai irányító, ez nem jött össze. 142 másodperccel a találkozó vége előtt. A találkozó rendes játék idejének vége előtt megint egy körmendi időkérés. Lehet, hogy úgy van vele Hencsai Tamás, hogy hat fújjanak egyet a srácok. Van mit átbeszélni amúgy is, de ez plusz egy perc pihenő itt a véghajrá előtt. És gondolom egy fontos támadást beszélnek meg. Feriből előtört a játékos beidegződés, ahogy mondta Hencsei Tamás, hogy na akkor innentől kezdve mindenki csöndben van, azonnal mi is elhallgattunk. Na, nekem egyszer Dunics, még Kaposváron játszottunk Bonyhárdal a kupa meccset, és volt 30 nézőtök, csönd volt a teremben, és ugyanezt bekiabált a pályára, mert mertem reklamálni. Azon mondjuk utána két hónapig nevetgéltünk, amikor így összejött a csapat. De ezzel most Vón már magyarázhat. Egy pontos paksi előnynél jöhet a körment. Jön Elamin, Magruder üldözi. 5 másodperc a támadó időből. És majdnem bedobta el, amin aztán visszaszerzi a labdát. Az igazi bravúr. És utána dob egy zicser. Bizonyám! Nyerő ember lehet. We say. És újra kinézett Zunicsra. Szép szerelés Rakocsevics-től. 7 másodperc támadó időből. Vón fölteszi, aztán szedi a saját leppattanóját, majd Falter együtt dobja be az itzert. Ez meló volt, méghozzá férfi munka. Rakocsevics aludt el ennél a szituációnál. Vón pedig jól eszmélt a saját rontását követően. Komoly párharc ez a két irányító között, azt azért így halkan jegyzem meg. És Vón nem ront a vonalról. 4-ből 4-nél jár. Meg 20 pontnál. Bocsánat, 21 pontnál. Ami 22. Ha, vagy számolni nem tudok, de lényeg a lényeg, hogy ő 22 pontos viszé 20 egységnél. Ferenc. Viszé megint. És ezt is bedobja. Ihletett formában kosárlabdázik Jayton Awise. 22 pontos. Szabó. Inkább közelebb viszi, és dob egy duplát. Sokkal könnyebb kosár volt, mint amit az imént dobott a körment. De ugyanúgy két pontot ér. 70-68 a Paksnak. Awise. Lehet, hogy végig tudja faltolni ezt a mérkőzést a Paks. Igen, ugye ez csak a második csapatfaltja volt a vörösmezeseknek. És most már, én nem mondom vagyok, hogy egy rontott dobást követően azonnal faltolnia kell a körmennek. Főleg így, hogyha itt nem sietnek. Elamin. Elindul meg Gruder mellett, kihagyja, és nincsen fújás. És nincs falt sem. Ez érdekes. Hát ezt miért kellett elvállalni a Magrudernek? Meg Vón is miért vitte ebbe bele? Jó, persze ez ígyszer volt, de akkor is. Végig támadhatták volna a hátralévő időt. Mutatja is Zunics Vónnak, hogy gondolkodj.
elméletileg te vagy a csapat esze. De Zuni sokat nyugodott. Sokat, nagyon sokat. Mondom, szerintem ő a legtöbbet nyugodott edződíj legfőbb várományosa. Most ráhajtok. Erre rámész erre a díjra? Feri, van a körmennek játéka ilyen szituációra? Mi a kabinett trükkjük? Hát nem tudom, az Albakomp ellen az elemin bedobták a labdát, 8 másodpercig vezetgette és 9 méterről bedobta. Én úgy érzem, hogy nagy trükk nem lesz, vagy a Viszek, vagy az elemin fog a labdával egyegyezni, de arra is kíváncsi leszek, hogy a Paks hogy fogja elhasználni a negyedik faltját. Mert biztos, hogy elfogják. Egy faltot még büntetlenül oda vághatnak. Eladja a labdát Vissé, így ütik be. És oda kell ütni Vaughnnak. Na, ilyet is ritkán látunk. Teljes zavarban volt Vissé, nem tudta, hogy most akkor itt pontosan mit is csináljon. Hát ez általában nem mindig csak annak a játékosnak hibája, aki bedobja a labdát. Von még nem rontott ma a vonalról. Ilyenkor szokott kimaradni egy, legalább. Első helyén, 5-ből 5. Nagyot játszott ma Deonté Vaughn. És ha bedobja ezt is, akkor triplával nem tud egyenlíteni. A körmen már pedig bedobja. És ugye nincs már több időkérés Encsei Tamásnak. Elamin. Nem ütnek oda, most már nem is szabad. Vaughn, ezt még bedobja Elamin. És ez még érvényes. Ha érvényes, akkor 72-71 a mérkőzés végeredménye. Nem osz, nem szorod ez már így. Csak a különbségem változtat. Majd még egyszer szerintem látjuk ismétlésből ezt az iménti három pontos. Én úgy éreztem, hogy ez jó volt, még bőven időn belüli. Igen, csak most gyulladt ki a mérkőzés végét jelző fény ott a palán körül. 72-71 tehát az atomerőmű esélynek, úgyhogy a Sopronnal majd a paksiak játszanak a holnapi második elődöntőben. Mi most tartunk egy kis rövid szünetet, de aztán utána jövünk még vissza a mérkőzés értékelésével. Ne menjenek messzire! Az atomerőmű eső együttese 72-71 arányban győzte le a körmen csapatát. Egy komoly izgalmakat hozó végjátékban, ezt nyugodtan mondhatjuk. A két irányító külön párharcából, a győzelemből fakadolni, úgy gondolom, hogy Deonté Vaughn a paksiak játékmestere került ki győztesen. Vele beszélget most Korpás Gábor, riporter kollégánk. Akinek gratulálok a győzelemhez, hiszen a csapata így ott van az elődöntőben. Hogy látta a találkozót, Deonté Vaughn? So congratulations, your team going to the semifinals. How did you see this battle? It was really tough. Yes, it was a overall great battle between two good teams. You know, it's the cup. You know, it's a lot of things on the line. You know, a lot of pride. So everybody just come in and play hard, and I like the way everybody competed today. Nem nagyon tudtak más csinálni, mint keményen játszani, hiszen ez a kupa egy mérkőzésen dől el a továbbjutás. Szeretnék volna megmutatni, hogy ők azok, akik a jobb csapat, és mehetnek be az elődöntőbe. Ez azt hiszem, hogy mindenféleképpen sikerült. Mit vár a következő találkozótól? Ugye Sopronnal játszanak az elődöntőben. What do you think for the semifinals against the Sopron?
How's your feel that? I think it's going to be a great game like it was tonight. You know, a lot of people competing, a lot of pride on this on the court. You know, we just got to come in and execute better than we did tonight. You know, we had a lot of turnovers and did a lot of things that we're not used to doing. We just got to come back in tomorrow and prove that we're a good team and that we can go to the championship. Okay, thank you so much and congratulations again. Szóval azt mondta Deonté Von, hogy a holnapi mérkőzéstől hasonló izgalmakat vár, mint a maitól. Igazából az fog múlni, illetve az fog dönteni azon a találkozón, hogy mennyire tudnak majd koncentrálni, hiszen most nagyon sok eladott labdájuk volt a Körmend ellen, ezen mindenféleképpen változtatniuk kell. Hogyha ez sikerül, akkor nyerhetnek és ott lehetnek a döntőben is. Nem sokára jön Zunis Branislav, de addig még Kristóf, visszadom nektek a szót. Jó, amíg Korpás Gábor riporter kollégánk előkeríti a paksiak vezetőedzőjét. Feri, szerinted mi döntött ezen a mérkőzésen? Így böngészgeted a statisztikákat, olyan nagy különbséget nem találsz. Von egyéni jó teljesítménye? Hát, lepattanózás talán? Úgy érzem, hogy most lepattanóba hatta, többet szedett a paks. Nem hiszem, hát egy labdás mérkőzés volt. Majd elmondja reményeink szerint Zunis Branislav azt, hogy mi döntött ezen a mérkőzésen, hogyha jól látom, akkor már készen áll az interjúra. Runk azt taglalta, hogy mi dönthette el ezt a találkozót. Én olyan formában teszem fel ezt a kérdést, hogy a légiósok teljesítménye eldönthette volna, hiszen a Körmennél azt hiszem, hogy a hármas nagyon jól működött, míg paksi oldalon nem annyira. Viszont hát az utolsó kosár a tiétek volt, és azt hiszem, hogy ilyenkor boldog egy edző. Én nagyon boldog vagyok, mert ezt a meccset el kell mondani, hogy egy nagy szerencsével nyertünk, ha ellenfel nyert volna, teljesen megérdemelte. Szóval játszottunk egy kielezett, végig kielezett meccset, sikerült nyernünk, és ez a legfontosabb. Pontosan azt is vártunk, tudunk mi, hogy nincsenek nagy különbségek, nagyon apró dolgok, nüanszok dönthetik. Most én meg is azt gondolom, hogy nagyon harcoltunk, a fiúk nagyon oda tettek magukat, sok hibával játszottunk, de az lehet mondani mind a két csapatról, és meg is valók, hogy olyan szerencsesebb csapat nyert. Ugye az utolsó két mérkőzés itt a kupa csata előtt vereséggel zárult az se számára. Az első negyedben is, sőt még a másodikban is eléggé dekoncentrált volt a csapat. Ezek a fáradtság jelei, ki lehet ezt például pihenni az elődöntőre, vagy mitől volt ennyire szétszórt a csapat? Ez jó kérdés. Az utóbbi időben tényleg a vereségek ellenére is nem voltunk elegedettek. Meg mondom, ezt a meccs is tükrözte azt, ezt a játékot, amit az utóbbi időben sikerült játszanunk. Meg kell tudni, hogy nagyon sok sérültjénk voltak. Szóval ilyenkor, hát én nem mondom törvényszerű, de tényleg én szerintem egy kicsit rátette a bélyeget, hogy nem tudtunk így edzeni, ahogyan akartunk. Lehet, hogy a sok játékosoknak egy kicsit nagyobb volt a terhelést, mert kevesebben voltunk. De most ezzel tényleg sincs időnk, meg szerintem ez most tegyünk félre, koncentrálni fogunk a holnapi elődöntőre. Nagyon boldogok vagyunk, hogy így sikerült nyerni, így sikerült kiharcolni ezt a győzelmet. Holnap találkozunk, nagyon szépen köszönöm az interjút, és gratulálok a győzelemhez. Engem már csak egy kérdés foglalkoztat innen a pályás széléről, Csirke Ferenc, hogy érezte magad szakkommentátorként? Feliként válaszolhatsz is. Köszönöm egyben a kérdést, nagyon élveztem. Kicsit olyan szituációban vagyok, hogy mint vezetőedző kicsit vissza kell fogni magam, mert úgy érzem nem etikus, hogyha itt ezen a poszton kritizálom a játékosokat és az edző kollégákat, úgyhogy egy kicsit feszültebb is voltam a keleténél, de remélem, hogy holnap két jó mérkőzést látunk. Nagyon remélem, hogy minél több szurkoló kilátogat a csarnokba, holnap is egy igazi
kosárünnepet kell ide varázsolni, és remélem, hogy tényleg mind a két mérkőzés jó lesz, és kicsit oldottabb leszek én is az elődöntőn, de mondom még egyszer, nem könnyű. 17 óra 30 perctől jövünk majd a Szolnoki Olaj KKKT Duna Aszfalt összecsapással a Digisport 2-n, aztán 20 órától a Soproni KC atomerőmű esemérkőzéssel szintén a Digisport 2 képernyőjén. Mára nem maradt más hátra, mint hogy egyrésztről megköszönjem Csirke Ferencnek szakértő segítségét, önöknek pedig egész stábunk nevében egész napos figyelmüket, tartsanak velünk holnap is, a viszontlátásra, viszonthallásra.